Kirekesztő rigmusok és hangok sajnos továbbra sem tűntek el a lelátóról. A mi színesbőrű játékosunk a Szomáliát érinti a legmélyebben. Függetlenül attól, hogy a húhogás futballistánk felé irányul, vagy nem, ezzel csupa szívjátékosunknak okozzák a legnagyobb fájdalmat. Nagyon rossz érzés, amikor a lelátóról húhogást hallok. Azt teljesen megértem, hogy egy csapat drukkerei az adott klubot szeretik, és nem magukat a játékosokat, akik egy szurkoló szemében csak úgy jönnek-mennek az egyesületeknél. A bőrszín vagy a vallás alapján való megkülönböztetés és a kirekesztés azonban elfogadhatatlan. Korábban nem tapasztaltam hasonlót, és nem is értem pontosan, hogy miért van erre szükség. Főként úgy, hogy én olyan labdarúgó vagyok, aki mindig mindent megtesz a csapatért. Nem szeretek foglalkozni a húhogással, én csak futballozni szeretnék. Harcolni a Fradiért, a sikerekért, és bizonyítani, hogy igenis jó futballista vagyok. Azért is rossz ez, mert egyébként minden tökéletes itt. Szeretem a csapattársaimat, a szurkolóinkat és a Fradinál lévő profi körülményeket. Jó érzés, hogy mindenki, a játékosok, a stáb és a szurkolók is az első perctől kezdve befogadtak és bátorítottak. Sokáig szeretnék még itt lenni. Nagy büszkeséggel tölt el, amikor látom, hogy a gyerekek mennyire kedvelnek, és olyanok akarnak lenni, mint én. Óriási erőt ad, hogy példaképe lehetek a magyar fiataloknak. A jövőben is azért dolgozom majd, hogy minél többen szeressék meg a játékomat. Jelenleg csak a Fradi számít. Nem tudom, hogy milyen lesz majd a távoli jövőm, de abban biztos vagyok, hogy a Fradi mindig első lesz a szívemben. Szeretnék egy nap majd edző vagy utánpótlás tréner lenni itt, és a Fradi történelmének részévé válni. Büszke vagyok arra, hogy a Fradi családtagja lehetek. Szeretem a csapattársaimat, akik nem foglalkoznak azzal, hogy valaki honnan jön, vagy milyen a bőrszíne. Hozzájuk hasonlóan engem is csak egy dolog érdekel, hogy minél magasabbra vezessük a Fradit. E focar mais no meu trabalho e mostrar dentro de campo.